A nyitófordulóban Szombathely ellen aratott győzelmet követően az NB1 egyik élcsapatához utaztak a kisvárdai kézilabdázók. A Ferencváros otthonában az első félidőben abszolút érvényesült a papírforma, 20-13-as hazai vezetésnél vonulhattak pihenőre a játékosok. A második félidő már sokkal kiegyenlítettebb volt, a Fradi mindössze egy gólt tett hozzá előnyéhez, így végül 8 gólos kisvárdai vereséggel ért véget a találkozó. Azt gondolom, hogyha csak a száraz eredményt nézzük, akár a mérkőzés végét, akár a második fél időt, akkor elfogadható eredmény született. Azért azt látni kell és tudni kell, hogy nálunk nagyon komoly változások voltak ugye a nyár folyamán, és egy építkezésben vagyunk, amely egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. Én úgy gondolom, hogy sajnos az még normális, hogy vannak nagyon jó szakaszaink és vannak gyengébb szakaszaink. Az a feladatunk, hogy ezeket a szakaszokat tudjuk egy kiegyenlítettebb szintre hozni, és az ingadozások a lehető legkevésbé jelentkezzenek, illetve a lehető legkisebb színvonalesést jelentsék a játékunkban. A Kisvárda szerdán az EHF Kupa győztes nyáron alaposan megerősített Siófok otthonában lép pályára. A mérkőzés az egyértelmű esélyese a Siófok, ez nem kérdés, ezáltal nekünk teher és nyomás nélkül kell játszanunk. Én azt kértem és azt kérem a csapattól, hogy hozzuk a maximumot. Ha a maximumot ki tudjuk hozni magunkból, akkor bármilyen eredmény születik, nem lehetünk elégedetlenek. Nyilván mindenki minden esetben nyerni szeretne. Azt gondolom, hogy ez talán egy nem túlozva egy óriási bravú lenne, sőt, talán az év meglepetése lenne. A Siófok a nyitófordulóban 3 gólos vereséget szenvedett Győrben, majd 19 góllal legyőzte az újon Szombathelyi együttest. A Kisvárda Siófok találkozó szerdán 18 órakor kezdődik.